Na gyerekek, beköszönés van, aztán rohanunk, mint az őrültek, mert ma reformálni kell a TSZ nagyon brutálisan. Szóval, jó reggel, ujjattam! Szevasztok gyerekek, futás van, őrület van. A mai részben rengeteg dolgot kell csinálni, és mindenféle túlzás nélkül mondja a keeper, hogy a TSZ reformálását kell csinálni. Gyerekek, össze van akazva ez a négy portkocsi, és a T-150K marhára nem jó helyen van. Hát kihagyta ott. Ugye azért kellene összeakasztani a pótkocsit, hogy minél gyorsabban el tudjam szállítani. A babot eladni, viszont a babot mindenképpen szerintem egy ilyen 3000 euró per 1000 literes árnál lejjebb nem szeretném eladni. Indulj a T-150K, légy szíves, köszönöm szépen, megtörtént a csoda. Ez a T-150K-val ezt lehet, hogy tényleg azt fogom csinálni, hogy ezt lecseréljük gyerekek arra a másikra, mert ez amire elindul. Mindig itt zsörtölődök rajta, hogy meddig indul ezt, utána mindig az van, hogy hú gyerekek, ezzel be tudok állni a sílóval, alá öcsém, befér ez a gép, Jézus Isten, hát nem ezzel a nagy hurrája kellett volna. Gyerekek, azt ez itt ki van számolva, gumit meg megperemezzük, meg hát fönt is, oda néz kipufogó. Jézus Isten, hát ez épp, hogy érted. Jó, na. Töltsük meg a szójababbal mind a pótkocsit. Mindenképpen el kell adnunk, mert a projekt megvalósítása érdekében a keepernek nagyon sok pénzre van szüksége. Legalább 100 000-re. Úgyhogy azért mondom, hogy jó lenne, hát összekapnunk egy 100 000-et, szóval minél magasabb áron kell adni a szóját. Arra igazából nem nagyon tudok várni még egyelőre, hogy epikáron adjam el. Majd az akkor lesz megtörténve, hogyha nagyobb silókapacitásom lesz, meg lesz igazából tőkén. De most nagyon szüksége van a keepernek a pénzre, egyébként minden alkalommal le vagyunk teljesen szedálódva anyagilag, minden részbe szívte, mert mindig elköltöm, de ugye próbáljuk fejleszteni a gazdaságot. Oké? Okay? Megtöltjük a négy pótkocsit, valószínűleg nem fog beleférni mind, szerintem marad egy ilyen 3-4 ezer vagy talán kicsit több szója a sílóba, de hát azt is el fogom adni, úgyhogy mindenképp ilyen nagy eladásokra kell. Most 12 000, az hány literes az a pótkocsi? Nem is tudom, az hány literes volt. 8 000 körül? Akkor ja, egy ilyen 4-5 000-ünk megmarad. Akkor pörgethetném az időt, gyerekek. Figyeljük, nézzük meg, hogy hogy áll a babocska megy fölfel 2331, az jó. Pörgetjük mind az őrültek, és rohadtul gyorsan megállítjuk, hogyha megfelelő a 3000 fölé megy nekem, azt baró jó lenne. 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, oda nézett, estvég, nem, kilőtt, esik az eső, mó. Jaj, nem gondoltam volna, hogy esőbe fogjuk, csak nem merek bele pörgetni, hol kell, Gabona malomba, az meg itt van, oda nézze, az ufog viszik el a dolgokat, azt a betyár, zuhogó eső. Gyerekek, zuhogó esőbe. Figyelj, nem megyek közúton, öcsém, nem fogok én most izék. Mondjuk közúton ezzel a négy pótkocsival? Egy izével, egy kirovetszel? Jaj, testvéreim az urba! Ez lehet, hogy erős lesz nekem. Ja, mert izé, itt az erdőben kell kavírnyálnom nekem ezzel a kirovetszel. Úristen, elférünk? Bakker! Négy pótkocsi, hülye vagy? Menj gyorsabban testvérem, mert ledudállak! Ez ilyen nagyon epik dudája van. De hát ilyen dudája van egy traktornak, baza, nem ilyen nagyon pici. Mennyi már! Azért egy ilyen mögöttem lenne a visszapillantó, lehet, hogy rálépnék a gázra, hogy kivillogtatna, indexelnék jobbra, hogy előzzé, vagy valamit csinálja. Figyelj, golfot mindjárt megbököm hátulról egy picit. Mennyi gyors... Jaj, óvatosba. Gyerekek, ez eléggé, a visszapillantóban majdnem levitte a tábla. Ja, elég veszélyes. Nem baj, srácok! 3000 fölötti áron el tudjuk adni, ugye? Te rajtunk ma 32 000 liter, az már kapásból mennyi? 96 000, ugye? Meg még van volt benne a silóba, azt még elhozom. Gyerekek, ez a híd... Jaj. Föl kellett kapatnom fél kerékkel egy a hídra. Srácok, ez azért nem beszélytelen. De tényleg olyan dolgot akarok megvalósítani, amelyik igazából eddig még nagyon nem volt. Volt, de nem úgy, ahogy elképzelitek. Fú, pörög a keeper, pörög az agyam. Sorskártya napban, gyerekek, várjál már, órát elindítani, oristen, sorskártya napban is, biztos kívül
tuti, hogy kiúzok valami nagyon szart, mert érzem, mert izé. Mert most célok megvalósítása lenne. És biztos keresztbe húzza a számításom, mindig keresztbe húzza valami a számításom. Ez is nem akkor lenne ám jó ár, amikor süt a nap meg minden, hanem amikor a legelső pótkocsira kapcsolunk, I betű. Ez a jó hosszú ez a hodály, úgyhogy ez kettő pótkocsi simán üríthet. Oda nézzé testvére. Na, milyen jó. Kettő pótkocsi. Így pörög ám a lóvé. Babnak jó a izéje, lára. Pörög ám a zseton. Pörög ám. Két hátsó pótkocsit szintén egyszerre ürítünk. Mehet az ürítés. Következő mehet az ürítés. Nyomjátok gyerekek, nyomjátok. Oda nézzék, 96, 98, 900 ezer. 100 ezer gyerekek várjában? Na, még be van kapcsolva nekem. Te bazza ezt, el is kell fordulni, hallod? Gondolkodtál volna előre, keeper. Hát jó, hogy nem a villanyoszlop túlfelőjén akarok elé fordulni. Még jó, hogy ez a kilovec odébb dobja a pótkocsit, ha megfeszül a rúd. Oké. Ez nem volt rossz vétel egyébként ez a kiró. Ez így egész kellemes, és csak hát mondjuk négy pótkocsi itt közlekedek így. Ladán nyomom. Egy pótkocsit el... Bazen el kell engedni. Hát, most ki kéne fordulnom. Gyorsan, jönnek, mögöttem. Basz. Egyébként a forgalom nem, sokan kikapcsolják ugye, de... Hát az az egy baj van vele, hogy ugye nincs mesterséges intelligencia, hanem egy ilyen vonalon mozognak autó. Ez akkor áll meg ugye, amikor így közvetlen ilyen egy fél méterre érzékel téged, szóval ez nem a legkellemesebb. De valami hozzáad egy kis feelinget, hogy nem olyan üresek az utak. Úristen gyerekek, úristen jön szembe valami... Jaj ne! Na bazze! Izé volt, vasárnapi vezető volt ez. Bement a poltkocsik alá. Jó, figyeljetek, én szerintem bevágodok itt a földre. Ez nekem nem lesz jó, hogy itt... Azt a betyát, hogy lementünk itt a csin! Jó van. Egyébként ilyenkor az ég is ilyen tök sötét, ugye amikor felhős. Ott valami kis fények vannak. A TS telefon olyan sötét, mint az állat gyerekek, ilyen közvilágítást lehet raknom. Nem olyan lenne, mint hogyha áramszünet lenne. A budimba meg a világított a lámpa, meg ott egy kicsit ott a izéné a annál a lakóbusznál, vagy lakókocsinál. Jó van gyerekek, 100 ezer. Amint eladtam ugye a maradékot, akkor azt fogjuk csinálni, várja, a hátsó pótkocsi melyik jó, abba bele is fér, hátsó pótkocsit le fogjuk csatolni. Na, vannak ilyen nagyon kicsi fények itt, de hát ilyen lehetne ilyen közvilágítás, ezt az egész ki lenne világítva, nem kéne egy vakaskodnom. Mondjuk ilyenre is fejleszthetnék. Bár aztán éjszaka nem nagyon játszik a keeper, csak ha muszáj neki. Leghátsó pótkocsit leakasztjuk, ott. Ezt meg itt hagyjuk. Meg egyelőre itt hagyjuk a kirót is. Az MTZ. Megállok! Hol az MTZ? Jó, úgy van, úgy kell megkeresni a gépeket, az a telepet. Az utolsó pótkocsiba maradékot leengedjük, nem tudom, tényleg hány liter. Valószínűleg belefér, nem tudom, olyan 3000 számoltam, vagy nem tudom mennyit. Egyébként a fényeket egész jó kezeli már ez a játék. Már mint ilyen tök jó, ilyen kis kellemesek. Hát nem egy egy Frostbite engine, de azért nem az egy kis kellemes, semmi. Nem mondom, hogy olyan nagyon rossz. Inkább úgy beszéljünk róla. Egyébként jó koszos a pótkocsi belse is. Ja, 5300. Az még nem rossz, az még 15-16 ezer. Tehát akkor föl fogunk menni 116 ezerre. Oké, gyerekek, szuper. Gyorsan el is verekedek. Hát közúton megyek, gyerekek. Jó. Ez volt a mondhatni leggyorsabb tartója a keepernek. 36-tal tud menni, ha tud. Végre benn van megint ugye a izémód, a real mód. Én azt nagyon élem. Tök jó, hogy a gépek azok úgy viselkednek, ahogy kell. Tehát mit tudom én, rúgnak. És emiatt ugye le tudják ásni magukat, gyakorlatilag szót teljesen is.
Nekem az tök... milyen hangulatos az a kék lámpa? Bandi egyébként írta, hogy az nagyon szokatlan, ugye, hogy nem látni a testét a karakternek. Én nem tudom, én megszoktam, meg úgy tök jó, beláttam az egészet, az egész gépet. De nagyon hangulatosak ezek a fények. Meg így az esőben, így éjszaka veretni, tök frankó. Jó, azt meg eladjuk. Aztán nagyon-nagyon nagy változások lesznek. Nagyobbak mindeddig bármikor szerintem, mivel ki fogunk alapítani, most jó, lelövöm point. Ki fogunk alakítani még egy telepet. Gyerekek, most ne jöjjön semmi szembe, baze. Az olyan, mint amikor az M7-esen két kamion előzi egymást. Az egyik az megy 91-en, a másik izével, 90-nel. Aztán negyed órán keresztül előznek. Most még mindig ez itt van mellettem? Itt. Gyerekek, most jó, elvakít a reflektorja. Bevágunk itt. Jó, szép előzés, hogy csodálatos. Oké, ezt még eladjuk, itt van egy mod. Eladja. Aki hoztam egyébként modokat, néhányat, jó párat egyébként. Úgyhogy mindig bővül a modpack, ugye. Most már ugye Google Drive-ra rakom ki, ott egy kicsit jobb helyzetben, 115 ezer, 15 ezer. Oké, srácok, ezt egyelőre itt is hagyom, figyeljétek, belepörgetek az időbe. Figyeljétek meg, tudni, hogy följebb megy, még jobban az ára annak a babnak. Nem, bazzer, már megy lefele. Még jókor adtuk el, nem? Pont jókor adtuk el. De meg sem nézem, mert... Egyébként, amikor így belepörgetsz az időbe, tök kevesed van le, ilyen 19-78 ugye az épületekért, szóval nem nagyon kell beszarni. Na, egy ilyen 9 óraig így lepörgettük, el is állt az eső. Na figyeljetek, akkor egy kicsit olyan szintű reformra gondoltam, ugye itt van ez a nagy terület nekünk, amivel lehetne valamit kezdeni. De nem fog kezdeni vele semmit a Keeper, hanem... kicsit terjeszkedünk, egy kihelyezett helyőrséget fogunk csinálni. Az az igazság, hogy ugye mindig a valóságban is nagy probléma a logisztika. Ugye most erre fordítunk elég nagy hangsúlyt. Ugye globálisan is, tehát a bolygón is nagy probléma az, hogy mondjuk tudom, Kubába termelik a cseresznyét Magyarországra. És akkor addig elhozott hajóval, az nem jó, mert sokba kerül, meg időbe kerül. Az a jó, hogyha az a dolgokat ott adod el, ahol, vagy ott termeled meg, ahol eladod. És ezt itt is meg tudjuk csinálni a Farming Simulator világába. Mert, srácok, figyeljetek! Gyorsan elmagyarázom, hogy mire gondol a Keeper. Ja, ugye, a tojás nem volt rossz. Csak egy baj van a tojással. Figyeljetek, mi megtermeljük itt a tojást. Ugye? Ez mi a farms jó. Megtermeljük itt a tojást. Azt nem jó, mert el kell vinni vagy a szupermarketbe, vagy el kell vinni a kettes értékesítő állomásra. Ugye tojás. Egyébként, ahogy szoktam nézni, a kettes értékesítő állomáson tök jobb szokják venni. Szóval, a kettes értékesítő állomás mellett, hogy kialakítaná egy állat, állatfarmot, vagy istálókat, igazából a tyúk az nem istálóban van, hanem olba, ugye, akkor az tök jó lenne nekünk. És ezen gondolkoztam én nagyon, hogy egy földet kellene venni közvetlenül a szomszédságába itt, ennek. És egyébként itt van a tejfeldolgozó állomás is, itt veszik, és nézzük meg a földeket, hogy mit lenne érdemes megvenni. Ugye itt van nekünk a 26-os, 27-es, 28-os, annyira nem jön be, mert ugye azért elég messze van. Ezt úgy kellene megcsinálni, hogy minél közelebb. Az azt jelenti, hogy minél közelebb. A legközelebb, ahol lehet. Egyébként még egy dolgot megnézhetnénk, hogy mondjuk a gyapjút hol veszik. A gyapjút az például, azt is a kettes értékesítő áramáson veszik közvetlenül. Értitek, vágjátok, tojás, gyapjút, tejet ott kell megtermelni. És akkor az nekünk nagyon jó lesz. De akkor nézzük meg a földeket, hogy mi hol tudnánk megtermelni. Földek. Vannak itt jó kis füves részek, látod? És nem is kellene emiatt vásárolnunk olyan területeket, amik gyakorlatilag felhasználhatók lennének szántónak. Tehát itt van, nézd, 1, 2, 3. Az 1-es, 2-es, 3-as területen lehetne, vagy hát ez nem 1-es, 2-es, 3-as területen, hanem 1, 2, 3 területen létre lehetne hozni ilyet. Meg kell nézni őket, odaugratok. Odaugratok, azt megnézzük, jó? Oké. Ugye itt veszik a tojást. Az lenne a legjobb egyébként, hogyha itt kapásból, itt termelődne meg nekem a tojás, itt a kapuba, és oda nézzé.
ide át lehetne vinni. És még ráadásul hoztam valamit nektek, amint meglátjátok, itt a tojás raklapokon van. Ugyanezeket a raklapokat én bemodoltam a játékba. Raklapok. Tojás. Ugyanez. Nézd oda. Ugyanolyan raklapokat bemodoltam a játékba, tehát ezután, hogyha raksz oda, ahol a tojás termelődik raklapot, akkor azon rá fog kerülni. És gyakorlatilag egy darab targoncáma innen át tudnám hozni, vagy egy homlokrakodó, vagy ide egyből a tojást eladni. És azon a raklapon 7200 félre, 25-be kerül, be kell vásárolni belőle, fel kell pakolni a boltba, utána ide be kell pakolni majd, hogyha a tyúkolhoz, és akkor át tudod hozni. Viszont, ha már egyszer tyúkokat termesztünk, akkor lehet, hogy valami nagyon nagy üzembe kellene csinálni, ugye? Nem csak picibe. Hanem ugye 50 tyúkkal dolgoztunk, elég jól jött belőle a tojás. Előző részben ugye 500 ért tudtuk eladni. Viszont kellene valami nagyon nagy tyúkol, valami nagy hangár, de az akkor megfelelő árba legyen, hogy ne azt mondjátok, hogy ez ilyen cheat. Ugye 6000 körül volt az a tyúkol, akkor az 50 férőhelyes volt, egyébként 500 férőhelyeset hoztam nektek gyerekek, 500 férőhelyes tyúkolat, gyakorlatilag egy gazdaságot, egy ilyen hangár, és az 60 és 70 ezerbe került be a játékba, annyira modoltam be, amiatt, hogy tényleg ne érje a szó a ház elejét, hogy én, nem az egyébnél van, hanem az állatolatnál, nehogy azt mondjátok, hogy gyakorlatilag én így, mondjuk egy ilyen csitelek. 65 ezerért vettem, és ez 500-as. De ez egy nagyon-nagyon jó cucc, majd meg fogjátok látni. Egyébként ide lerakhatnám, csak ugye ez nem az én területem, szóval nem... Ugye be van kapcsolva nekem egy olyan mód, hogy bárhova rakhatok bármit, de ugye hiába, ha egyszer nem az én területem, akkor nem fogok tudni normálisan használni. De azért ugye kellene venni területeket nekünk. Ugye meg lehetne venni ezt a területet, egyébként ez a terület, itt az egész... innentől idáig, odáig, minden, mindjárt megmutatom a földeket gyorsan. Nézzétek, hogy ahol állok, gyakorlatilag innen, ez fontos megnézni pontosan különben, hogy nehogy kilógjunk, kb. Innen, ahol állok, és ér a túloldaláig, eddig, nézzük meg, bocs, de meg kell néznem, igen, kb. Eddig, elég keszekusza, itt kicsit kiszélesedik, ott megint kiszélesedik. Az a lényeg, hogy itt ez a terület, ez a miénk lenne, ha megvenném. És ez nagyon sokáig elér, például eddig az útig, mindjárt megmutatom. Itt a gyalogútig, látod? A fáig gyalogútig eddig elér. Ez az egyik terület, amit meg tudnék venni. Ez a terület elég nagy, ilyen kicsit keszekusza, de nagyon nem nagyon érdekelne. Szerintem kettő darab nagy hangát el tudnék helyezni rajta, és ez kerül 14 ezerbe. Van itt mellette egy másik, ami 13 ezerbe kerül, meg van itt egy ilyen marha nagy, amelyik 32 ezerbe. Látjátok, hogy ezek azok a területek, ugye itt ez egész az útig, és itt a középen van egy ilyen nagy horály, ugye lehetne mondjuk itt a birkatartás, és itt van egy nagyobb, ekkora, ez egész a boltig elér. Itt meg lehetne a marhák tartása, ugye azért itt, mert ugye akkor csak gyakorlatilag ennyit kellene a szájt, tudnád egy targoncával be tudnád hordani a cuccot ide, ugye? Főleg én a csirkékkel lennék itt tök happy azzal, hogy innen, csak annyi a targoncával innen áthordanám oda. Úgyhogy szerintem ezt a területet fogom megvenni először. Gyerekek, mentsünk egyet Moremer itt tizévar. Nehogy valamit elcsesszünk, nem tudom, a mód működik-e például, érted? Jó, hát akkor figyeljetek, meg kellene venni, de miért ilyen boros idő van? Olyan furcsa van. Furcsaság van. Állatólag, nézzük akkor, modolt, állatólag. Egyébként baromi jól néz ki szerintem. Egyébként van egy ilyen is, ilyen része. Ó, de jól néz ki, bazi. Van olyan, amelyik ilyen, hogy mondjam, ilyen zárt. De egyébként ez miért zárt? Az annyi, hogy... Aha. És ez úgy van, hogy itt kell beöntened, láttad a cuccot, és a raklap... Ez olyan, hogy be is tudsz menni géppel. Egy ilyen nagy hangár. Nagyon jól meg van csinálva szerintem. Aha. Ennek van kerítése, és ott a kapuja. De egyébként azon gondolkodok, hogy nekünk kell-e az, hogy legyen kerítés, hogy legyen kapuja. Basz, ez nagy, mi? Öcsém, ez nem kis pálya. Mondjuk ez itt tök jó néz neki.
El kéne hoznom teljesen. Várjál. El kéne hoznom teljesen eddig. Most ez el van fordítva valamennyire? Valahogy így kéne lerakni, így. Azt nézem, hogy ez itt valami... Mi a görbe? Az úttal párhuzamosabb, mert nem, el van, ez elfordította végül. Így valahogy. És az most, hogyha rárakom a falra, vajon mi történik? Úgy gyerekek, ezt nem meg kell gondolni. De egyébként van egy olyan verziója is, ami ugye nem... Ami nincs kerítése, lehet, hogy azt kell megvennem. Az olcsóbb is, ez itt sokkal kisebb, viszont ezt is át kéne fordítani, hogy innen lehessen adagolni, innen lehessen kiszedni a cuccot. Gyerekek, lehet, hogy az lesz, hogy inkább ez. Igen, ide beraknám, és akkor innen ki tudnám egyből hordani a cuccot, nem? Nem, nekem így tetszene. Így. Bazze, ennek olyan izéje is van. Ó! De jó. Szerintem jó raktam, úgy gyerekek, nagyon para. Na, nézzük meg. Ide raktam, de jó. Ez pont jó, mert innen, így, csak ennyit kell hordanom. Egy targoncával át tudnék jönni, látod? Ekkor akire ide kell beöntened a magot. Ide kell a raklapot rakni. Ide kell azt hiszem a raklapot rakni. Nézzük meg, hogy nincs valami kapcsoló, mert vannak amit. Ó, van itt, ez mi ez? Miért jön be? Switch light on. Föl lehet kapcsolni, gyerekek, mekkora király, hallod? Mekkora király? Menj, nagyon ott van, nem? Na, mekkora király? 500 félvejes csukó a gyerekek. És ki tudja nyitni ezt az ajtót, és azt nem tudom minek. Nagyon jó. És akkor itt van. Megvettük a földet. Megvettük a földet egyébként. Megvettük a földet, vagy csak leraktuk? Nem mondod. Ugye megvettük a földet. Keeper, nem. Azon nem vette meg a földet. Mert oké, hogy ide építkeztem, érted? Mert ugye van egy ilyen, hogy le tudsz rakni mindent, csak ugye nem tudnál ide üríteni, nem tudnád használni. Jó. Nem árt, hogy mondjuk megvenni a földet. Akkor most a föld az enyém. Jó. Ugye itt a tikol. Ugye ez fontos. Ez fontos dolog, hogy a föld is legyen megvéve. Mert igazából van ez a akárhova rakhatok bármit dolog, de ugye nem tudom használni, mivel ugye nem tudnám le kiönteni még a gaborát se bele. Jó, oké. Okay. Jó, szerintem az jó, figyeljetek, ott maszkálnak az emberek, várjál, de jó, nagyon vicces. Na jó, van tikó, ezt bezárom, tikó, nehogy ezt szokjanak. Jó, és akkor kell belevenni tyúkokat, meg akkor kellene nekem vetni mindenképpen búzat, gyerekek. Figyeljetek ide, akkor kell egy, nem tudom mennyi fér bele, várj, állatopciók megnyitása. Nézzük, nincs ólat sem állataid. Mi nincs ólat meg állataim? Mit, what, mi történt? Na, nehogy rosszat csináltam. Állatopciók megnyitása. Vegyünk csirkét, jó? Fehér csirkét. Oké, okay. Jó van, hagyás. Van egy csirke, akkor meg mi az, hogy nincs ólat? Na itt van, élelem 0 liter. Jó, figyeljetek, lehet, hogy kéne venni ennek. Egyébként a targoncát, egy raklapot kellene hoznom, legalább egyet, hogy már kapásból, kapubecsukása, azt nézem, milyen lehetősége van nekem. És akkor ide kellene a raklap, ugye? Jó, akkor el kellene mennem a... Lehet, hogy hozok egy darab raklapot, most megpróbáljuk, jó? Ez nagyon fontos, hogy rá vagyok pörögve a dolgokra. Csak az a baj, kellene búzát termelnem. És ezt ott el is kellene tárolnom valamilyen szinten, úgyhogy valami kicsi siló is jó lenne. Van egyébként olyan silót tudok csinálni, lerakni, azt hiszem, ami gyakorlatilag kiad. Szóval, mondjuk aztán, jó, silomban is tudom tárolni, semmi gond azzal nincs. Raklapos áruknál, ugye, kellene akkor ez a tojásos raklap. Figyelj, egyet viszünk el. 7200 litert belefér, elviszem, targoncával, meg ugye nagyon közel van bolthoz is ez a telephely. És így most van két telephelyem, itt fogok terjeszkedni. Ez 25-be kerül, és 7200 belefér, szóval ez
Ez tök jó. Ugye meg kell megvenned, de viszont nem kell kézzel fakolni a tojást, úgyhogy ez ma meg fogja érni. Ugye egyébként oda is fogok venni egy targoncát, esélyes. És akkor... akkor onnan, csak annyi kell, hogy mindig, ha megtelik egy raklap, vagy akár 5 raklap, vagy 10 raklap, fogom azt átpakolom szépen a izébe. Átpakolom az eladó helyre. Na, vágjátok! Meg ugye a raklapon tudom is tárolni, így össze tudom pakolni kint az udvaron, vagy ott ki összepakolgatom. És amikor jó ára van, akkor tudom eladni. Gyakorlatilag még a izét, az eladó helyének a placát is tudom használni. Mert igazából be tudok menni, érte nincs megtiltva. Gyerekek, itt figyeljetek. Na, ekkora izét tyúkol. És a, még ugye erre a területre még bőven férne. Egyébként még sokkal lejjebb is rakhattam volna, de az a baj, kettő semmiképp nem fér volna egymás, mert tudod, nem. Hanem inkább ide még ezzel szembe, úgyhogy ide valahova, ide még egyet le lehetne rakni, ide. Látod? És akkor ugye egy udvaruk lenne konkrétan. Vágod? Ha? Hoppá, ez nagyon jó, egyébként ez a tyúkol, ez nagyon jó. És lehet, hogy most megköveztek, hogy milyen tyúkol ez. Apám, jól van, befér. Megköveztek, hogy milyen csukó lesz, de hát ugye tipikus ilyen százas istállókba tartják például felénk az ilyen baromfit is. Jó, és akkor ezt így mondjuk lerakom ide, egyelőre tesznek. És akkor ugye látni, hogy hány liter gyűlött szerintem. Elképzelhető, hogyha már kerül bele, akkor ki is írja, hogyha fölveszed. Kell mindenképp még egy targonc a gyerekek. Oké. Okay. Sőt, ezt lehet, hogy egyelőre itt is hagyjuk. Oké. Okay. Na, mekkora királyság ez, nem? Csak 500 tyúkot kellene venni, de előtte kellene vetnünk búzát. Valamennyit mindenképpen. Ezt lehet, hogy meg annyit kellene vetnem a földemnek a szélibe. Legalább egy sort, és az beérlelni, és akkor ebben a részben van legyen. Úgy gyerekek, sorskártya, úristen! Jaj, bocsánat! Sorskártya, elfelejtette a képen, úristen, csak ide húzzak valami epic szart sorskártyát. Na, egész be legyen, egész képernyő, more. Mindjárt. Valami epic szart sorskártyát, jaj, mi van már? Nem, nem egész be van, hallod. Egész képernyőt korok. Nem áll! Ne szórakozz! Jó, nem egész képernyőn van, majd nem tudom miért, de hát... Jó, oké, nyomom neki, jó? Csak el ne bukjunk, amit most vettünk. Épületet, mi? Vagy valami ilyen? Jaj, ne! Totálisan részeg vagy, nem dolgozhatsz géppel ebbe a részbe, csak segítőt alkalmazhatsz. Fú, hát ezt nem tudom, akkor ezt hogy értelmezzem. Jó, hát akkor ne... Jaj. Pont búzát akartam ugye vetni. De viszont segítővel kidolgozhatok. Az a lényeg, hogy nem dolgozhatok a földön, gondolom ez így működik. Tehát gépet kivihetem, mert igazából máskülönben hogyan lenne értelme. Jó, gyerekek, annyi, hogy akkor kiviszem a gépet, és akkor segítő, annyi, hogy segítővel dolgoztathatok, jó? Tudnám, mennyi van ezekbe a vetőkbe. Jó, vigyük a piroskát. Kiviszem, és akkor az dolgozik. Oké, okay, egyértelmű, jó. Szó szerint vesszük a dolgokat, várjál. Föl kéne tölteni a vetőt, és akkor menjen. Figyelj, amúgy sem dolgoztattam volna másra. Megvesszük a tyúkokat. 500 darab tyúk kéne. Ennel, ugye mondtátok, hogy ezzel váltam és hoztok, akkor jó lesz nekem, aha. Oké. Okay. Jó, te fiú, hát. Egyébként próbálom úgy, hogy ahogy mondtátok, de megint nem akarni tölteni. Na, töltél jól. Megkönnyebbült egy kicsit az ifa. Oké, okay. Neki küldöm, vessen. Annyi, hogy ugye totál részeg vagyok, nem dolgozhatok földön. Ugye? Nem dolgozhatok géppel. Szóval segítőt használhatok. De viszont kivihetem, mert szerintem elég furcsa lenne, hogy ki se tudom vinni. Oké, gyerek, menjé.
Ben van a Real mód. Úgyhogy ez el... Jajajajajaj! Áj! 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 Bazzer! Áj! Nem szólja Bob! Áj! Jajajaj! Nem is olajretek, nem is búza, oké? Okay? Oké? Okay? Egy búza, jó? Gyerek! Mehetsz! Jaj, be van a Real mód, rugám a gép, mint az Isten nyila! Jó, van, nincs is semmi gond. Oké, okay, dolgozzon. Azon agyalók. Hogy. Figyelj, hadd csinálja, nem? Egyébként elnyomhatnám az egészet is búzával. Ennyire, mert figyelj, kiküldhetném a gépeket, azt hadd vessék el búzával. Valami menjen, érted? Valami munka menjen. Hun az MTZ? Az MTZ az Ementborér, ugye? Akkor küldjük ki a... Ezt beindítom. Kiszállok. Ezt úgy kell csinálni, beindított, kiszállsz. Mert különben megvarulsz. Kiviszem a gépeket. Természetesen csak gépi munkás fog. Szóval... Nem kell aggódni. Creeper betartja. Nem dolgozok géppel. A gyerekek, az a kristál az mi? Valami el van romlava? Ennyire nem volt szó. Ennyire nem volt szó. Jó, T-150K-t is elindítottuk. Egyébként jó is, hogyha nem itt van minden a telepe, hanem egy külön telepet építünk. Azt állatoknak. Ugye megtöltsük ezt a vetőt is. Megtöltsük! Kétségével. Na, töltsed meg ezt a vetőt. Nem hajlandó. Úgy. Nyomok egy N-et. Ja. Kiviszem ezt is, hadd dolgozzon ez is. Három darab vetőt nyomja majd. Búzát fogunk venni, vagy vetni. Az is ugye arra átpakoljuk. Jó, a tábla, bazze! Ez a tábla, ezeket egyébként de jó lenne, kéne elteszelni. Búza. Körülbelül egy harmadára. Nyomjad neki, barátom. Hát az egy kicsit jobban fogja húzni a vetőt szerintem. Tempomat nincs beállítva neki. Krisztálnak nincs belőve tempomat egyébként, nem az? Nem. Öttel bírja húzni gyerekek. És pedig nincs is semmi baja. Mondani. Júj. Ja, hát ezek a régi gépek, ezek nem a legszuperek. T-150K meg előre be kell röfenteni. Hát ennek ennyi a nyitja. Előre be kell röfenteni. Viszont a T-150K-t meg kéne javítani. Na várja, megjavítsuk. Hol van a... Ott van a javító. Hol van a javító? Az ifán? Gyerekek, kekevertük a javítót szerintem. Ó, oh, nem. Most hol van a javító? Hol van a csippes láda? Azt hol raktátok, baszer? Ha? Tényleg nem tudom, hol a csippes láda. Fogalmam sincs, hol van. Na, en. No, nem akar. Oké. Okay. Műtrágya, jó. Oké, okay, három darab elveti. Jó, én nem dolgozhatok ugye földön, ennyi. Vagyis nem dolgozhatok géppel. Csak munkással. Tehát egyértelműen olyan munkákat nem dolgozhatok, amit munkással lehet gondolom, ezt így kell értelmezni. Mert különben nem lehetne az, hogy munkással. Jó. Vár, ezt is elcsöszöm? Át kell állítani. Jó, barátom, nyomjad neki. Nyomjátok ezerrel. Oké. Okay. Krisztált. K100. Jó, nyomják neki. Csinálják. Oké, okay, srácok, ugye... mit végez? Milyen munkás? Jó, van, csinálják ezek gyerekek. Rájuk van bízva, én nem dolgozok vele. Itt meg megy a lampecskú. Lekapcsoljuk. Nem tudom miért, de hát muszáj. Azt akartam, még gyorsan átugratunk a bautba. És megnézek valamit, hogy nincs-e zsákos, mennyibe kerül a zsákos tyúkoknak kaja.
Búza. Búza 1000 liter. 1500-ba kell, lehet, hogy fogom menni egyébként, hogy akkor ma nézzük meg, hogy hogyan esznek, miképp esznek. 1500-ba kerül, ott rohadjon meg, gyerekek. Ja, oké. Okay. Na, akkor tyúkokat kéne vennem, gyerekek. Ugye? A tyúkvétel, 500 darab tyúkvétele. Úristen! Úristen, 500 darab tyúkot veszünk. Jó, de jó! Belakjuk ezt az egész mapot előbb-utóbb. És azt akarom csinálni mindenképp, hogy akkor ezt a környéket, ezt, ugye ezt is megveszem, ezt, majd, és akkor ide tovább így az állatokat itt érdemes tartani. Mert ugye egyből itt el tudod adni tojást. Mindig akkor kell ugye majd eladni a tojást, amikor itt veszik jól, nem a szupermarketben, ennyi az egésznek a nyitja. De szerintem ez marha jó, tehát hogy igazából így, ennyivel, így meg tudod oldani, hogy ide elhozzak. Na, akkor tyúkokat kellene venni, azt meg. Igazából akárhol, tudom, aha. Itt is tudom, jó. Akkor csirke. Ugye 75-be kerül, mivel. Akkor 100 az 7500, az 500 darab. Ugye 30 000-be kerül, hát az nem kevés lesz, ugye van egy tyúka, vagy jaj, szevasz. És azután nem fogjuk eladni, mert rájöttünk, hogy jó pénzt, csak értelmesen kell csinálni. Akkor, először mindenképp akkor megveszem a... Egyébként tudjátok, mit nem értek, hogy az minek? Nekem a 26-os föld. 26-os földet eladhatnám. És lerohad a termés, akkor van baj, ugye. De nézd oda már megint mit jött. Ah, úgy utálom, ezt figyeld meg, hogy ez tolat, öcsém. Nem. Lehet, hogy rosszul mutatja ott. Nem, látod, itt nem vetette le. El. Érdekes. Jó, hát nem tudom most a földszélét se elhúzni, mert ugyan nem dolgoztatok, egy fele. De most figyeljetek, ide, hogy felveszem a raklapot, áthozom ide. Mennyire könnyebb érted, mint hogy felpakolod valahol. Mit tudom én. Terrautóra. Autólódat nagyon nem szívesen használni, szóval fölpakolod terautóra, elhozod innen a ide a tojást, meg napakolod. Ugye még le is kell pakolni, tehát pótkocsinak tojást nem tudod eladni. Le kell billentere, vagy bármi. Itt meg vannak tök nagy területek. Egyébként lehetne azt is csinálni, hogy itt full csirkézésre ráállni, ugye? Meg hát itt belül van, a falu belül is ugye vannak ezek a nagy területek. Az a lényeg, hogy közel, vagyok, minél közelebb csináljuk meg a gazdaságokat. Jó gyerekek, szuper minden. Hát részegen megyek a időt. Lehet, hogy sokan kifogásolni fogjátok, hogy ugye... De hát az a baj, hogy mit is csinálnék akkor, hogyha nem... Dolgoztathatok munkással, de én nem dolgozhatok géppel. Nem dolgozom vele, igazából. Egyébként amikor megálmodtam ezt, lehet, hogy rosszul van fogalmazva, de amikor megálmodtam, az az a lényeg, hogy én nem művelhetem a földet. Úgy lett volna, ugye helyes. Na, itt nincsen ugye semmi. Szerintem mit vannak itt még? Ugye tűzifát is lehetne eladni, meg lehetne azzal is foglalkozni. A chicken kaja. Vigyünk egy chicken kaja nekik, hogy a mama egyszer... De lehet, hogy vigyünk kettőt? Jó, vigyünk kettőt, az a baj 3000-be került, nem olcsó. Vettünk kettő chicken kaját, azért, hogy egyből meg tudjuk most csinálni a csirkét. Szóval egyből legyen neki kaja. Egyébként abban szerintem abban a tárolóban tök sok búzát be tudok tölteni, szóval... Ez nekünk tök jó lesz. Nem tudom hány literes lehet, de majd megnézzük. Pótkocsival ugye hozunk búzát, hogyha... Próbálok kettőt fölvetni. Ja, a pótkocsival majd hozunk búzát, betöltjük, azt meglátjuk hány literes egy annak a nagy hangárnak. Hány literes a idejé. Ja, még egyszer kihangsúlyozom, tényleg úgy terveztem én ezt a sorskártyát, hogy az a lényeg, hogy nem dolgozhatok földön, érted? Na azért van beleírva például, egyébként ezt egymásra tudom rakni azt a két kuszlikot. Azért van beleírva, hogy munkással viszont dolgoztathatsz. Szóval most, hogy itt tarvonzalok, senki ne orrolj jobb meg, hát akkor milyen telme lenne?
Mit tudnék csinálni? Ja, szerintem ezeket nem tudom összeakasztani, nem? Ez csak disznek van ott az, az U alakú bevágás. Ugye van. Jó, hát mondjuk egymáson van az a lényeg. Megpróbáljuk, megpróbáljuk, talán nem esik szét, meg nem lövi ki a világ űrbe. Ahogy szokás farmingban ugye történni az eseményeknek néha. Jó, döntsük magunkra, aztán akkor maximum hátrafele dől. Oké. Okay. Jó, hát betöltjük. A 2000 liter az lesz nekik. Azt hiszem, hogy ez a birkáknak meg mi kell? Gondolkodjál, fű vagy széna, meg víz. Ha jól emlékszem, a tyúkoknak meg ugye csak búza vagy árpa. Úgyhogy a tyúkoknak a kajáltatása nagyon-nagyon egyszerű. És csak azért vettem meg ezt a kettő adagot, hogy tényleg ugye tudjunk instant vele foglalkozni ebben a részben. Hú, de nem jó felejössz, bazza. Át tudok itt menni, nem? Ja, itt ezt is megvenném, itt kivágnám a fákat, itt is tudnék terjeszkedni tovább. Egyébként nagy helyigénye van ennek a csirkeolnak, mert nem csak az a... akkora hely kell neki, ugye, amekkora... Egyébként itt kinn nem mászkál? Nem hiszem, hogy mászkál. Nem csak akkora, mint az alapterület az épületnek, hanem így körbe így van egy ilyen betonos plac is. Na gyerekek, akkor elvileg itt be tudom ezt tölteni, ugye? Jól gondolja Keeper. Még targoncával is. Aha. Nagyon király. Nagyon király. Onnan indul. Jó vagyunk. Jó van, töltsed. Még én meg ránézek. A másikat is, igen, mehet az is be. Hát. Szóval mondta, hogy 1000 liter fér bele, mert akkor megvadulok. Nem nagyon akarja, várja. Nem nagyon akarja betölteni. Nem nagyon akarja betölteni, gyerekek. Nem tudom, kijárjak alóla, meg újra be, vagy mi. Ja, vannak érdekes dolgai egyébként a játéknak. Várja, megnézem, hogy áll itt a dolog. Állatok, nehogy már 1000 liter fér vele csak. Az nekem nagyon nem jó, hát most 1000 literenként hogyan? Ó, te fiú! Mert érted, ez tök hamar megeszik szerintem egy tyúk. Akkor ide kell bazza valami átrakó kocsiba, vagy valamibe, vagy valami ifára. De kell akkor egy teherautó, vagy valami, hogy ezt mindig töltöd. Ó, te hallod, ez nem a legnagyobb biznisz. Na jó, mindegy. Megyünk csirkéket, amennyit bírunk. Ötszázat kiveszünk, gyerekek. Nem tudom, többet nem lehet egyszerre, mert így egyesével veszel. Hát jó, nyomogatom az entert, mint az őrült. Ugye most vagyunk körülbelül 100 csirkén, mert a szállítási díj az... az azt hiszem... Már mennyit ír hozzá? 60. Nem, 65. 65-öd von le. 15 a szállítás. Hol írja a szállítási díjat? Nem. Vagy egyszer kell megfizetni a szállítási díjat? Ez hogy van? Na, ugye 50-be kerül egy, de ugye 13.390 most, és 13.455, tehát 65, 15-öt von le. Plusz 15-öt szállítási díj, nagy darabonként. Na jó, jó van, hogy elsőd egyszer. Oké, gyerekek. Jó, de jó. Oké.
A csirkehegyek vagyok, már kinézek. Most kinyitom az ajtót, akkor kimennek arra is, vagy ez miért van itt? Vagy csak itt át tudok menni. Villanyt azt felkapcsolja, vagy nekem tök jó egyébként, nagyon jó meg van csinálva, imádom. Víz nem kell neki, ugye? Jó, sejtem. Kapcsoljuk le a villanyt, de vicceljél! Kikoknak. Humana izé? Villanykapcsoló, hogy van? Kapcsoltam először a villanyt. Pazza, felkapcsoltam a villanyt, legapcsolni már lehet, switch off. Na, tikok, jó vagytok ti sötétben is. Lol. Nem felkapcsolom, mert jövök éjszaka, akkor meg baj lesz. Na, lehet nektek villany, örüljetek neki. Csoda. Az állatopciókat akartam megnézni, hogy boze, de figyelj, ja nem, most már be lehet tölteni, ugye tyúkonként, aha, figyeli, hogy mennyi tyúk van, és akkor annyit tudsz berakni. Jó, mert az állatopcióknál ugye már 1000 liter, de sokkal több belefér. Na ez így jó. Ez így jó lesz. Ez így jó lesz. Oké. Még kellene venni, hány darab tyúkom van? Hol írja, hogy hány darab van? 259 tyúkom van. Oké. 500 tyúkra fölmegyünk gyerekekkel mindenképpen. Hogyha kijön, legalábbis az összes pénzemet elkölthetem tyúkra, mert miért ne? Egyébként folyamatosan nyomom, nem adja hozzá. Várjátok, vegyünk még egy 5000-ért, ezt kiszámoljuk, hogy még hány, mennyi pénzem van, mert nem is tudom. Ja, még egy 5000-ért veszünk, egy nagyon minimál pénzem maradjon, jó? Oké. Okay. Ez itt meg megtörtént. Hány tyúkunk van? 336. Akkor még egy 5000-ért veszünk, jó? Legyen azért egy kis maradék pénzünk. Meg, ja, meg hát ha vennék kakast, akkor gondolom szaporodnál, de hát jó, én nem érdekel a szaporulat, bár ezt lehet, hogy tök megéri, nem tudom. Ja nem ott a vásárlás és ott a költség, a plusz költség. 60 fel, igen, 10. 10 eurót volt le, de hülye vagyok, nem láttam normálisan. Oké, okay. És akkor most nekem a 413 tyúkom, ami nagyon szuper. Nagyon jó. Oké, és akkor most már viszont szerintem látszik, hogy ez a 2000 liter ez nem sok. Úgyhogy kell hozzá még bőven. Viszont nem tudom, hogy itt ezt hogy fogom látni, hogy mennyi tojás van. Mária? 0 liter tojás, ugye? Lehet akkor ezt számolja, hogy itt mennyi van. Jó, majd ki fog derülni. Jó, gyerekek, figyeljetek, 500 tyúk, 50 tyúk, ugye tök jó pénzt termelt. 500 tyúk szerintem epic jó pénzt fog termelni. Tök durva, hogy ott meg mennek az emberek, hallod? Meglepő. Hallod, a városban tyúkolat építek. Na, ide kellene még egy tyúkol majd. Az arra gondolt a keeper, ugye itt egy szélesebb is, azt hiszem ez a... Megnézzük ezt a izét, földet. Na, vagyunk, igen. Igen, itt kiszélesedik, elmegy egészen. Itt pedig a beugróig, eddig. Szóval ide még bőven elfér még egy tyúkol. És úgy kell csinálnom, hogy összefordítom a kettőnek az ajtaját, tehát akkor annak a placca az ide érjen ki, és akkor gyakorlatilag egy targoncával kettő elkezelhető. És akkor kettő tyúkol egymásra szembe itt eledne. 1000 darab tyúk itt létezne, és akkor gyakorlatilag ide kipakolnám a tojásokat, mondjuk ide a fal mellé, bőven ide elpakolgatnám, raklapszám, ide hoznék üres raklapokat, és akkor ugye bevinném, és akkor termelődne gyakorlatilag a pénz ezzel. Hát de viszont ugye kellene sok búzát létrehozom. Egyébként a békát megvehetném, ugye? Kaptam egy békát a... nem tudom, nem Bencétől? És azzal tudnám húzingálni a raklapokat. Gyerekek, pazek, kell a béka, hallod? Jaj, de király vagy, tesó! Most jut eszembe, hogy van az egyebeknél, azt hiszem. Egy béka, oda né, 500-ért. Ne viccelj, és ezzel tudom a raklapot pakolgatni. Ó, Lord, na, nem hiszed a király, akkora istenek vagytok ti gyerekek, és ezeket tika... Hoppá, meg kéne nézni, hogy mi történt. Ki is fogyott? Na, hogyan picsa? Hozzuk az ifát, gyereket, megkötődteni. Ja, béka, béka, bazza, békával ott lehet húzingálni, szépen összepakolni. Mekkora király! Lehet, hogy sokkal jobb is, mint egy targonca. Békával be tudom húzkodni a tojást. Hallod? Isten király, szerintem ez az évszázad ötlete lesz, hogy oda...
Meg oké, okay, tudom, hogy jó tyúkot termelni, meg állatot tenyészteni, jó. De viszont azt szerintem nagyon jó, hogy úgy csináljuk, mi. Ugye, hogy ott a közelben. És gyakorlatilag majdnem, mint hogyha ott termelném meg. Oké. Okay. Meg ez az ifa is szerintem egy hatalmas jó ötlet volt. Oké, okay. Mehetsz barátom. Adjál neki. Mi meg megyünk tovább az ifával, megtöltjük a többit is. Hát igen, ma megint kihagyott, látod? Én kihagy ilyen részeket. Egyébként az ifa az szenved ezen a területen. Jó, egyelőre maradjunk itt. Jó, kirovet. A kettő lehet, hogy össze fog menni. Egyébként a kristálos szegény nem szereti a dolgokat, mi? Odébb kellene rakni majd a gépeket. Lehet, hogy a kirót. A legvégében. Meg igazából mind a kettőt. Jó, ezek csinálják, megvégezzenek, aztán akkor jó lesz ez. Nekünk váljátok, el kellene mennünk. Ugye? Ott van, oda nézzé, testvérem. Hú, öcsém, azért ezzel lehet varulni. Gyerekek, ezt most ezt nem tudom fölemelni egyébként. Várja. Gyere, várja, elviszem a hátamon. Hallod, én ez végig nem megyek bele egyel. Hű, basza, hallod? Pergett egyet. Békával, de ott ez szerintem tök jó lesz, nem tudom, hogy kell emelni, meg minden vele. Mindjárt kipróbáljuk, de nagyon kira. De hallod, mit porzik utánam az út, vagy füstölez, vagy mit csinál ez a kép? Gyerekek. Füst, jön a füstbe, hallod, vagy mi? Kigyulladt? Gyerekek, van baj azért, na. Hallod, füstölez a béka. Ez komolyan mondom, füstöl. Ömlik bele a füst. Hát mi történt ezzel? Valami baj van ezzel. Mit csóztatok rá ilyen izét békát? Tényleg izé, kigyulladt? Ég az olaj belőle? Vagy mi? Nagyon meleg volt? Vagy mi megrugadtuk? Vigyázzál, hozom békát, nem látsz? Mi a gyerek? Anyádú istene. Figyeljetek, ezen a buszfordulót, ezt fel tudnám használni majdnem arra, hogy ilyen átrakókocsival oda beengedem. Na várjál, na nézzük meg. Hogy így vagy ez? Na várjál, hogy van, mit akarta? Meg kéne szállni, na. Nem újzod el. De egyébként meg jó is működik, úgy ahogy. Úgy ahogy, igen. És hogy emelsz? Aha. Ennyire tudod megemelni, de bőven elég is. Na kíváncsi vagyok, hogy ez raklapnál működik-e. Akkor jó lenne, érdekes, fordulva forognak a kerekek. De ugye ezt meg hosszába tudsz alájárni. Na, erre rohadtul kíváncsi leszek, hogy ez tényleg jó lesz a nekünk. Na, béka, 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 Bálint. Nem, nem, odébb tolja picit a raklapot, ha így. Jaj, gyerekek. Ez lehet, hogy vadulási lesz. Kicsit a kormányszöge kicsi. Meg hát ugye az elejének nem kéne oldalazó mozgást végezni, szerintem. Mert F1-nél nincs valami? Motor leállítás. Duda is van rajta, úristen. Hát, ettől ha nem varulsz meg, akkor semmit. Egyébként jó a cucc, az elgondolás frankó. Csak a megvalósítással vannak bajok azért, úgy látom. Hallad? Hát te megőrülsz. Várj, meg neki gyomom a falnak, azt akkor bevegy talán. Úgy. Hallod? Ez... Nem úgy fordul, hogy egy béka. Én azt állok békát szoktam, de ez nem úgy működik nagyon. Jó. De viszont használható, meg kell tanulni. Jó, akkor ez így, oké, van nekünk ide tojás. Úgy, ide berakom a fal mellé, leengedem. Egyébként használható, úgyhogy használni fogjuk. Na mi van? Leraktalak ám. Nem tudom, fötűnt-e. Jaj, gyerekek, beszorult alá te. Jaj, ne. Beszorult alá. Próbálom levenni, vagy nem tudom.
Na, kirangadta valóra. Bocs gyerekek, de ez így... Ez a béka, ez nem a legfrankóbb. Hogyha mondjuk nagyon egyenesen járnék alá, lehet, hogy jó lenne. De hát ez ilyen kényszerverés. Mert ugye az elejének nem kéne fordulni. Az úgy működik egy béka, hogy az eleje gördül, a hátulja fordul, nem oldal az az eleje. Hát ez mi? Á, jó, hát ez ilyen tök használhatatlan. Nem jó van megcsinálva sajnos. Jó, na, itt hagyom, hallod, azért el kéne lórni jó vele, de egyébként inkább egy targoncát vesz itt az ember, akkor az el lehet küzdeni. Na, tojás, az hogy áll? Kíváncsi vagyok. 0 liter, ugye nem megy az idő természetesen, úgyhogy amiatt lehet, hogy nem olyan gyorsan zajlanak az események. Jó, gyerekek, van békánk, van egy raklapunk, majd valószínű hozunk még. A targoncát az valószínű, hogy lesz kell ide egy targonca nekünk. És esélyes, hogy be fogok gyűjteni még egy... Így gyerekek... Jaj, nem ennyi bozzá, sose jössz fel. Dick, árom van. Jó, ide valószínűleg kell még egy targonca, esetleg majd azt csináljuk, el is kerítjük ezt a részt, ez tök kellemes lesz. Itt el lehet egy csirkéket nevelni, nem? Rohadt jó, nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye 500 csirkét benevelsz. Viszont nézzük a kaját is, meg kéne nézni. 1978. Hogy mennyit fog fogyni. Itt meg ugye a gépek szerintem már az összes leállt. Úgyhogy ezeket odébb rakom, jó? Hogy azért valami működjön. Legalábbis itt. Igen, nem kell fűrészölni. Mondjuk, melyik menjen végig? Szerintem menjen inkább a Hero végig. Gyerekek, ez a gép. Azért ez nem egy olyan nagy királyság. A Kiro, az meg menjen már végig, nyomjon neki. Hogy mi történt? Ebből meg kifogyott minden is. Ó, te fiú! Ó, te fiú! Ó, te fiú! Vannak bajok, mindjárt. Mindjárt megtöltöm a Kirót, menjen végig. Búzával el lesz vedve ez. Megvan az állatoknak a kajája. Viszont ez az ifa, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt. Tényleg nem magamat akarom hype-olni, mert igazából szerintem ezt inkább ti javasoltátok. Oké. Okay. Jó, menjen végig, nem tudom, hogy végig fog-e azon a pici csíkon is, ott. Hát talán. Jó, végig megy. Itt hagyott egy kicsi csikot, le van szarva, gyerekek. Odébb rakom, lerakom teljesen a föld végébe. A T-150K is szerintem bőven végzett, ugye? Á, gyerekek, ez egyébként ez egy szörnyű, ez nagyon-nagyon lassú az a gép. A kristálék, az ilyen ezeknek a gépeknek lejárt az ideje, kezd lejárni. Szóval, sőt, ezt lehet, hogy be is kéne vinnem. Jó, gondolkodok rajta. Odarész, itt meg a hülye. Odarész, ekkora helyeket kihagynak. Szembágom, hogy miért. Jó, mindegy, elindítom. Dolgozzon szegény, de nézd meg már. 11-jel tud közlekedni a földön. 10-zel. Szegény, annyira meg van halva ez a krisztál. Szegény már nem ide való. Nagy, túl nagy a gazdaság, kirőttük. Na mennyi, barátom? Pörögnek a kerekek, rúg, mint a disznó. Oda né, jaj, jó van. Semmi gond nincsen, megértem. Ú, itt meg valami fönnforgás van. Belekeveredett itt a fákba. Remélem, hogy nem lesz gond belőle. Várjátok, addig a kirovetszel valamit kezdjük, mert látom, az meg nem tudja, hogy mi történik. Próbáljuk visszatolatni teljesen. Megindítjuk a föld másik felén. Ez jó koszolódik, hadd. Nagyon bízom benne, hogy tyukokkal egyébként megfogjuk az Isten lábát. Sőt, nem mondja, hogy itt is miket csináltak. Ilyen fél földeket ott hagyták. Azt majd nekem meg kell csinálni, úgyhogy addig nem is pörgetünk az időbe. Következő részben most már tudom csinálni, ugye én is dolgozhatok.
A fődeken. Mi jön neki, barátom? Oké. Okay. 250k szintén. Mit csináltál? És itt ki vannak hagyva ilyen nagy darabok. Nem baj, megindítom ezt is. Ezt mondjuk itt középen. Aztán jövök is ifával egyből, mert látom, hogy ki van, le van fogyva. Ifa. Jó. Szegény Krisztál, amire feléig elér, addig kétszer végigjárnak a csávok. Úgyhogy a Krisztál igazából mondhatni ilyen módveszteséges egyébként. Nagyon veszteséges Krisztál. És meg is várjuk a vizet a K700-ast, 5% műtrágyán van, 4%-on, hogy teljesen fogjon ki, mert akkor legalább megáll. Húgálom az ifa is, mint a disznó. 3%. 2%, jó lenne itt fogyna ki. Egy százalék. K750K, K700-as mondtam meg, fogadni mernék. Jó, és most fogyott ki, tökéletes időzítés. És gondolom, majd megint a motorindítás. Miért nem tölti néha meg? Nem értem. Bezárom, kinyitom. Oké. Okay. Bezárom, kinyitom. Na most töltött belőle. Oké. Okay. Jó, gyerekeket csinálja. Visszamegyünk a tyúkokhoz, még megnézem. Az ifa valószínűleg már nem kell. Vigyük be. Egyébként kezd fogyni belőle a cuccos, úgyhogy az lehet, hogy azzal kell után kéne tölteni. Ugye nézzétek, na, nem sok mag, nem sok műtrágyánk van. Szóval valamit majd kellene csinálni. Beviszem a telepre. Hamsterelni ugye megint kell majd. Viszont elképzelhető, hogy mivel elkövő fogok kezdeni marhákat is tartani, azért ott az nagyobb pénzbe fog kerülni, nagyobb befektetésbe. Úgyhogy a szalmát lehet, hogy össze kéne gyűjteni. Lehet, hogy kellene bennem egy... Van ilyen szalma... istálószerű, amiben ugye tudod gyűjteni a szalmát. Vagy egy ilyen pajtaszerű, abban mondva. Oké. Okay. Térkép? Úgy. Ó, vannak a tyúkjai, vagy tyúkjai, vagy tyúkjai. Nézzét akartam megnézni? Mennyi az izé? Annyi? Ezeket a szedfegyosztó, ilyenkor nem fogy. Meg ugye ilyenkor nem is nő a tojás mennyisége, mert abszolút szinte nullával. Nem pörgeted az időt, de olyat nem fogunk csinálni, hogy ilyen extrémű pörgetem az időt napokon keresztül azért, hogy tojást termeljünk, hanem az cheatnek gondolnám, hanem az lesz, hogy ahogy játszunk, ami ütemben játszunk, úgy pörögni fog az idő néha, ugye, amikor elvetettünk, hogy betakarítsunk, meg ilyesmi, vagy esetleg az árak miatt, és addig kell, hogy termelődjenek a tojások például. Hát ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. És oda még gyerekek, oda szembe lesz egy, ide szembe, összeérjen a kettő, szerintem az tök fajig lesz. És lesz akkor kettő darab, és tök jó, hogy ebben be lehet rakni egy csomót. Na, szerintem ez egy frankó. Szerintem el is búcsúzom, mert hát igazából figyeljetek. Itt a, ugye dolgozni én nem dolgozhatok. Jó, hogy vettünk egy kis búzát, ugye kapásból tudjanak a tyúkok enni. Hogyha lesz elég hozam a búzának, meg lehet, hogy a szalmát még eladjuk, mert még marhával nem nagyon foglalkozunk, akkor még veszünk 500-ra, fölneveljük a tyúkokat. Egyébként ide jó lenne egy síló, van ám olyan síló, amelyikben azt hiszem csak kivenni tudsz, vagy valami ilyesmi. Ugye megnézzük, gyerekek. Itt van a modok között van olyan síló.
Ilyen leeresztős idő. Nem? Nem raktam be? Hát ugye emlékeznék valamire. Ilyen mod. Hülye voltam? Na itt van ez, ez például arra jó ugye, hogy tudod gyűjteni ebbe a szalmát. Meg igazából mindent, ez tök jó. 250 000 literes. Hát egyébként ez nem olyan nagy, ha belegondoltok, mert körülbelül azt megtöltjük egy aratáskor. Úgyhogy nem tudom, ezek nagyon kicsik. Nagyon kicsik. Nem tudom egyébként, hol van az a, hol van az a sílóm, amelyik... Lehet, hogy ezt kitöröltem. Yeah. De hát egy ilyet is ugye, hogy leraksz ide. Nem tudom, az... Most nincs annyi pénzem, hogy megnézzem, annyi se. Mondjuk leraksz középre valahova, és akkor... Vagy ide a szélére, ide. És akkor ugye abból ki tudod venni azt, amit ott beleraksz, és akkor mindig annyit veszel ki, amennyi ide belekerül. Esetleg a targoncához, az a baj, nem lehet ez a targoncához csatlakoztatni pótkocsit, mert akkor tök jó lett volna, akkor lehetett volna úgy, hogy ide beleöntöd egy átrakókocsival, vagy bármivel, vagy egy sima pótkocsival. Ötleteket várok, gyerekek, írjatok nyugodtan. Szerintem ez tök, szerintem ez egy jó ötlet. Egy ilyen modern, nagy tyúk hangár, és ebből több, és minimum ugye 1000, akkor 1000 liter csirke, vagy 1000 liter, 1000 darab csirkével fogjuk nyomni. Ide fognak nyílni a két ajtó egymással szemben, szerintem bőszen jó lesz. Ide kipakoljuk a raklapokat, jó ára van, bevisszük. Ide targoncával akár, vagy bármivel. Eladjuk, lerakjuk. Gondolom, akkor raklappal együtt megveszik, elhozni új raklapokat, nem baj. Hozunk esetleg pótkocsival. Vagy esetleg ide rakhatnák egy kicsit raktort. Mondjuk itt, ide most már tényleg lehetne egy TZ4K vagy valami nagyon pici. Ilyen helyekre ugye érdemes venni ilyen kicsit raktort, ami gyakorlatilag ott hagyod és nem mozgatod, hanem azzal gyakorlatilag azt ellátja azt a feladatot. Bár valami olyan traktor lenne ide, jó gyerekek, amin van homlokrakodó, akkor meg lenne az a feladat, tudjuk, figyelj, homlokrakodó legyen rajta, meg pótkocsi. Ezzel így lefedném a kettő csirke olnak, majd ugye az ellátását, meg a raklapoknak a elteleportálását, vagy portálását. Na, nagyon jó. Szevasztok, tyúkok, egyetek szépen, egyetek, igyatok, minden jó. Jól érzitek magatokat? Nem van már viszont benneteket a róka. Itt meg, halljátok, itt meg sétálnak, érted, a vasútállomásról a csávok, aztán szegények érzik a jövét, a tikszarszagot. Jó van, meg lehet, hogy egyébként körbet kerítem a területet, meg ilyesmi. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sumi csörtészt. Remélem tetszik, ötleteket nyugodtan várom, hogy hogy élegyen. Ha egyébként még lehet, hogy ide férne volna egy tyúkó, várjátok, tereprendezésbe átlépünk, azt akkor jobban átlátod. Azt ne felejtsétek el, azt én nem újabban használom ezt a dolgot. Á, nem, ez nagyon nagy. Nagyon nagy. Az ember nem hiszi, hogy ekkora, mert nézd meg, itt már, ide már nem férne még egy. Ide fog férni még egy, így. Így. És akkor úgy, hogy ez a plac, ez amelyik itt van, az közös legyen neki. És akkor így. Ki be tudsz futkozni a kettőbe. Na, köszönöm szépen, tényleg a figyelmet. Jók legyetek. Fel fog férni? Várjál már. Na, pont el fog férni még egy szerintem. Oda nézze. Hány ilyen golyónyi? Jó, el fog férni. Jó, pont el fog férni. Na, sziasztok. Köszi a figyelmet.